Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, középiskolai tanár, egyesületi elnök, önkormányzati képviselő. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és én köszönöm a meghívást. Számos dolog történt az elmúlt időszakban, és arra kérem, hogy összegezzük ezt, hiszen ahogy a felkonban elmondtam, az önkormányzati képviselőként is dolgozik, és az 5-ös számú egyéni választó kerület önkormányzati képviselője, mik történtek az elmúlt időszakban. Igen, valóban, és jogos a kérdés, nagyon mozgalmas időszakon vagyunk túl, tulajdonképpen statisztikailag nehogy rossz számot idézzek. Hazánkban nagyságrendileg olyan 3200 önkormányzat működik, most ez egy kerekített szám egyébként, és nem hiszem, hogy van olyan magyar önkormányzat, aki nem mondaná az elmúlt időszakra, hogy mozgalmas volt, vagy nem volt mozgalmas, és nem volt egyszerű időszak. Egy kimondottan problémás időszakon vagyunk túl. Ugye tulajdonképpen, ahogy véget ért egy olyan másfél évvel ezelőtt az a nagyobb járványhullám, a Covid világjárvány, akkor mindenki meg volt győződve ország és világszerte, hogy visszatérünk egy normálisabb kerékvágásba. Aztán ez tulajdonképpen a tavalyi év úgy egészében keresztül húzta. Tulajdonképpen ez a nem számított nemzetközi konfliktus, vagy már inkább úgy mondanám, hogy geopolitikai mértékű konfliktus, az orosz-ukrán háború, a háborúból fakadó energiaválság és az energiaválság hatására országszerte megjelenő gazdasági terhek, különös tekintettel a közüzemi számlák, energiadíjak óriási megnövekedése, az minden önkormányzat gazdálkodásában jelentős problémát, jelentős terhet jelentett. Így volt ez Karcag esetében is, pont egy olyan időszakban, amikor egyébként nyilvánvalóan mindenhol országszerte elvárta a lakosság azt, hogy a járvány utáni visszarendeződés időszakában törekedjenek az önkormányzatok, törekedjenek a települések tartalmas, mozgalmas programmal kecsegtetni őket, ugye visszaterelni a hétköznapok sodrásába. És tulajdonképpen egy ilyen kettős kihívás előtt álltunk. Egyrészt mutatni kellett azt, hogy a városnak igenis megvan a lehetősége közösségi programok szervezésére, szórakozási lehetőségek kialakítására, másrészt mindezt egy nehéz gazdasági évben, egy megnövekedett gazdasági terhek közepette kellett megvalósítani, és én úgy gondolom, hogy ez valamelyest sikerült is. Azért, ha visszagondolunk az előző évre, számos rendezvény, különböző korcsoportok, különböző korosztályok számára különböző rendezvények kerültek megvalósításra, ami egész évben egyenletesen elosztva éreztette azt, hogy Karcag rajta van a művelődés, Karcag rajta van a kultúra térképén, és hogy jó ide eljönni, jó egy koncertbe becsatlakozni, jó azon a korcsolyapályán csúszkálni, ami mondjuk az önkormányzat előtt fel volt állítva, vagy mondjuk idén tavasszal már volt egy nagyobb rendezvény, például ez a keltészta, pálinka és kolbásztöltő mustra, ahol szintén ugye jó volt koncerten részt venni, szintén jó volt ugye a közösségben lenni, és mindezt kellett olyan időszakban megvalósítanunk, amikor figyelnünk kellett erre, figyelnünk kellett arra, hogy az elmúlt időszak költségvetési forrásból fedezett fejlesztései, urbanizációs feladatai, allokációs feladatai is tovább gördüljenek. Ön az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság élén is tevékenykedik. Mire fókuszálnak a bizottságban? Igen, tulajdonképpen ez egy azért érdekes, vagy azért izgalmas kérdés, mert a képviselői munkának van egy láthatóbb oldala. Meggyőződésem szerint láthatóbb oldala, amikor egy-egy választókerületben meg tudunk valósítani valamilyen fejlesztést, legyen az egy beruházás, legyen az valamilyen a közösség hétköznapjait jobbá tevő dolog. Ilyenre is sor került például a korábbi évek parkolóépítési trendjének folytatására, hiszen a korábbi években talán emlékszünk rá, adtam is róla korábban a riportot, hogy parkolót tudtam megvalósítani a Forint utca elején, ami a Varró István Technikum parkolását segíti, parkolót adhatunk át a Varró utcán, ami szintén a Varrónak, illetve a szociális intézménynek a megközelítését segíti. Parkolót tudtunk átadni a József Attila utcán, ami a Györfi István Katolikus Általános Iskola megközelítését segíti, és ezt a trendet tudtuk folytatni az előző évben, mondjuk a Kovács Mihály Iskola előtti parkoló rekonstrukciójával, a Püspökladányi úton az önkormányzat háta mögötti parkoló sáv kialakításával, vagy például a Szent István római katolikus plébánia átellenében a Széchenyi István sugárúton lévő parkoló kialakításával, és ezek a láthatóbb dolgok.
láthatóbb dolog szintén úgy gondolom mondjuk a városi közvilágításnak a rekonstrukciója, ami szó szerint láthatóbbá tette a várost, hiszen szürkület után, különösen este, sötét éjszakákon azért jól látható, hogy ezek a LED panelek nem csak a város költségvetésében jelentnek majd közép- meg hosszú távon fontos megtakarítást, hanem azért személyi és vagyonbiztonság szempontjából is bizonyelhetőbbé tették ezt a várost. És látható mondjuk a képviselői munkának az az oldala is, amikor a testületi ülésen mondjuk felszólalunk egy-egy minket érintő, szakterületünket érintő ügyben, viszont ez csak az egyik, az érmének az egyik része, és ahogy ön is utalt rá, van az érmének egy másik oldala, az a nem látható munka. A nem látható munka az, amikor az önkormányzat munkatársaival szorosan együttműködve, szakbizottságok keretében előkészítjük a testületi ülésre kerülő döntéseket vagy témákat, előkészítjük azokat a fejlesztési célokat, pályázatokat, amelyek a város hétköznapjait nagyon is átszabják. Az élet úgy hozta, hogy amikor én egy időközi önkormányzati választáson 2020-ban képviselői mandátumot szereztem, akkor a testületi ülés egésze, sőt, örömömre szolgál, hogy pártoktól függetlenül alkalmasnak találta arra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság keretében elnökként tevékenykedjen. Ezt a bizalmat azóta is igyekszem meghálálni, és ezt az elnöki úgynevezett OKSB elnöki teendőimet nagyon komolyan is veszem. Az elnöki teendők tulajdonképpen a bizottság munkájának koordinálása, a témák ismertetése, a témákba való mély belágyazódásban merül ki, és nyilvánvalóan ez egy nagy feladat, hiszen maga a városi önkormányzat és annak képviselőtestülete fenntartói jogokat gyakorol bizonyos nevelési oktatási intézményháló felett is, de ezen túl felelős például az oktatásban résztvevő fiatalok érdekvédelmeért, felelős a sport fejlesztési területekért, és felelős bizonyos kulturális intézmények működéséért is, kulturális célok eléréséért. Tulajdonképpen ez egy nagyon sokrétű feladat, ezen belül talán azt mondanám, hogy az egyik, bőven én ugye tanár vagyok a hétköznapokban, én főállásban tanítok és osztályfőnök is vagyok, szerintem az egyik legfontosabb feladat az, hogy a fiatalokat közvetlenül is tudjuk az OKSB-n keresztül segíteni. Ennek az egyik legkiválóbb eszköze például az a szociális alapon megítélt tanulmányi ösztöndíj, amelyet a város egyébként már évtizedek óta folyamatosan folyósít a helyi fiatalok számára, és ezen szociális ösztöndi program az elmúlt években a kritérium rendszerét illetően komoly átalakításokon esett át. Tulajdonképpen az elmúlt években arra törekedtünk, hogy évről évre lépcsőzetesen emeljük például azt az egyfőre első családi jövedelmi szintet, amelynek köszönhetően egyre több fiatal vehette igénybe ezt az ösztöndíjat. Egyre több fiatal látta meg azt, hogy egyébként a jó tanulmányi munkának nem csak önmagáért, hanem egyébként a közösségért is hathatós értéke van, és ezt a város maga és elismeri. Az idei 2023-as évben pedig nagy eredménynek tartom, hogy most ugyan a kritériumrendszerben nem az egyfőre első jövedelemhez nyúltunk hozzá, hanem az ösztöndi sávokhoz, de az eddigi 30 ezer forintos maximális sávot egy lépcsőben 50 ezer forintra tornáztuk, ami értelemszerűen maga után vonta azt, hogy az egyes átlagokhoz kötött ösztöndíj értékek is jelentős értékváltozáson estek át, és emiatt egyébként nyilván a magasabb inflációs nyomás miatt is azt látják a fiatalok, hogy azért a város törekszik a nehéz gazdasági körülmények, ugye a növekedett anyagi terhek ellenére is elismerni az ő tanulmányi eredményeiket. Végső soron a karcagi társadalom, vagy minden vidéki település társadalmának jövőjét, akár a helyi, akár a helybe beköltöző fiatalok jelentik, úgy gondolom, hogy nekik érezniük kell azt, hogy a városi önkormányzat komolyan veszi őket és megbecsüli őket. Ennek ez az egyik legjobb eszköze. Már érintette, hogy milyen fejlesztések történtek a választókerületében. Melyek a jövőbeli tervek ezeken túl? Mit tervez? Természetesen bizonyos fejlesztések már megvalósultak. Más fejlesztésekre azt mondanám, hogy évek óta folyamatban vannak, de mondjuk ebben az évben kerülnek megvalósítási fázisba, és vannak olyan későbbi fejlesztések, amelyek még inkább tervezőasztalon vagy papíron léteznek. A fejlesztések között mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a városi közúthálózat megújítása szükséges. Ez egy olyan allokatív feladatkör, amelyben nem beszélhetünk mellé, és a korábbi években is voltak szép eredmények, csak a tavalyi évre utalva, például nagy öröm nem az én választókerületemben, de mondjuk a Kossuth Lajos utcának az újraburkolása, vagy a saját választókerületemben mondjuk a Madarász Imre utcának, a Széchenyi István Sugár út és a Kisújszállási út közötti szakaszának az újraburkolása. Nagyon nagy öröm a
városban csak a tavalyi évben 8 teljes utcának a járda rekonstrukciója, teljesen új járdaburkolatot kapott 8 utca, ebből az én választókerületemet 2 érintette, a Kisantal utca, illetve a Kálmán utca. Mind a közutak, mind az önkormányzati fenntartásban lévő közutak, mind a járdák újraburkolása, javítása, újraaszfaltozása az idei évben is folytatódni fog reményeim szerint. A választókerületemen jelentős részének, a katolikus városrésznek hatalmas eredmény lesz szerintem az idei évben megvalósítási fázisba lépő csapadékvízelvezetési program vagy projekt, amely nem csak ezt a laposabban, mélyebben lévő városrésznek a heves esőzések idején jelentkező problémáját, a csapadékvíz elfolyást fogja majd gördülékenyebbé tenni, hanem a terveink szerint ez a városrész egy új funkcióval fog gazdagodni. A terveink szerint az Ady Endre utca végén, tehát inkább úgy mondom, hogy a Sistak és a Telep utca közötti szakaszon, ezen a lapályos, mocsoras, zöldmezős területen egyfajta ilyen közösségi tér, egyfajta ilyen parkosítás fog megvalósulni, amely a családok, a fiatalok, de akár az idősebb korosztály rekreációját, természetközeli barangolását teszi majd lehetővé, és reményeim szerint ez a folyamat, ez a pályázat az idejében már a megvalósulási fázisába is lép. Egyébként természetesen nem csak a választókerületet érintő beruházások zajlanak folyamatosan a városban, azért beszéljünk arról, hogy a kisebb önkormányzati léptékű fejlesztési programok mellett igen nagy beruházások színtere ezekben az években Karcag. Ezen nagy beruházások egyik része, ahogy lennie is kell, természetesen magánberuházás, különböző elsősorban az élelmiszeriparhoz kötődő nagyvállalatok, nagyvállalkozók látnak lehetőséget, potenciális befektetési célpontot a városban, ami nagyon jó dolog. Csak az elmúlt pár hónap eredményeiként ugye átadásra került német nagytőkéből a Penny logisztikai központnak a bővítése, egy sokkal nagyobb logisztikai kapacitást lát el ugye a város határában ez a nagy élelmiszeripari multivállalat, aztán ugye a Püspökladányi út végén is van egy nagy hűtőház élelmiszeripari vállalat, amely szintén bővítette kapacitását. Aztán úgy is mondhatnám, hogy nem is egy, hanem párhuzamosan 2 malomipari beruházás zajlik a városban, természetesen egy nagy befektetőhöz célozva, ami azt a rendkívül üdvös, szerintem nagyon üdvözlendő célt szolgálja, hogy a rendszerváltás utáni időszakban leépült karcagi malomiparba új életet leheljen. És én ismerőseimtől már hallottam, és utána magam is meggyőződtem róla, hogy országosan már a boltok polcaira újra felkerülhetett olyan termék, ami karcagi védjegyet, tehát karcagi márkanevet visel magán. Ez szerintem minden karcagi számára büszkeséget jelent, hát hiszen ez a város, ha valamiben valaha is erős volt a történelemben, az például az élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Természetesen nem csak magánbefektetők látnak potenciális lehetőséget a városban, akár a vármegye, annak fejlesztési ügynöksége, akár maga az állam is befektetőként jelentkezik a városban, csak a most zajló beruházásokra utalva, bár vannak egyébként más tervek is, de csak a most zajló beruházásokra utalva, gondoljunk bele, hogy a Vágóhíd út mentén már megvalósítási fázisába lépett az az inkubációs ipartelep beruházás, ami helyi környékbeli vállalkozások kitelepítését, fejlesztését fogja majd elősegíteni a jövőben, és ott már hogy is fogalmazzak, ilyen laikusan megtörténnek a kapavágások, tehát valóban zajlik a fizikai kivitelezési munka, óriási elánnal épül a, hát a karcagi népnyelvben sámándobként megjelölt, egyébként szerintem elegánsabb a milánói világkiállítás pavilonjáként megnevezett épület, amely nem önmagában álló attrakció lesz, és nem önmagában fogja majd a karcagi turizmust, mint vagy karcagot, mint turisztikai célpontot erősíteni, hanem azért ott egy komplex területrendezés zajlik, legyünk őszinték az Erzsébet-ligetben, aki arra járt, látható, hogy egy óriási játszótér, közösségi tér kialakítása történt meg, ami reményeink szerint hamarosan majd megnyílhat a nagy közönség számára. Lassan befejeződik a rónai malom kivitelezése, ami szintén bizonyos funkciókkal fogja gazdagítani azt a területet. Már a tavaly-tavaszi időszakban átadásra került ott egy ilyen, hát kerékpályos trükkpályának nem mondanám, állítólag szakkifejezésként pumpapálya megvalósítása, és ehhez földrajzilag rendkívül közel, ott van ugye az erdei futópálya, amelynek szomszédságában most egy erdei kerékpáros pálya, és az egésznek az attrakciónak a legnagyobb beruházásaként a Ligetúti sporttelep átépítése, vagy funkcionális kibővítése is zajlik. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hozzánk hasonló alföldi kis és középváros lenne boldog, hogyha
ha ennyi beruházásról, párhuzamosan ekkora beáramló működő tőkéről és ennyi lehetőségről adhatna számot. Úgyhogy adjunk hálát Istennek, hogy egy ilyen prosperáló időszakát éli Karcag, és úgy gondolom, hogy ezekre a beruházásokra stratégiai érdeke a városnak, hogy szüksége van, hiszen egy város mindig előre gondolkozik, be is mondjuk figyelembe veti a múlt tapasztalatait, figyelembe veti a jelenlegi állapotot, de mindig előre kell gondolkoznia, és én azt látom, hogy a Karcag jelenlegi vezetése a város jövőjét kívánja kialakítani közvetve beruházások által. Az önkormányzati képviselői munkáján, valamint az elnöki munkáján túl egyesületi elnökként is tevékenykedik, a Kovács Mihály Baráti Társaság egyesület elnökeként. Mik történtek az egyesületben az elmúlt időszakban? Igen, valóban ez egy olyan funkcióm, amit jó szívvel vállaltam el annak idején, és ez az annak idején ez valamikor 3 éve volt. Nagyságrendileg körülbelül 3 éve vettem át a Kovács Mihály Baráti Társaság egyesület elnökségét, és én akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy az én képességeimmel, kvalitásaimmal milyen irányba tereljem azt az egyesületet, aminek a múltja már 30 éves, tehát nagyon nagy múltra tekint vissza, és tényleg kiváló egyéniségek gyűjtőhelye a városban, rendkívül tehetséges, kiváló pedagógusok, közéleti személyiségek vannak jelen ebben a egyesületben, és én fiatal elnökként milyen irányba tereljem ezt. Aztán úgy döntöttem, hogy azzal kell foglalkoznom, amihez igazán értek, ezért elvittem egy ilyen történettudományi, kutatási, kulturális és kapcsolatépítési irányba az egyesületet. Mintegy másfél éve, nehogy rosszat mondjak, 2021. szeptember 11-e volt, amikor bemutathattam a Kovács Mihály, Fabrici Kovács Mihály huszárezredes személyéről írt monográfiámat, és bár ez az Rényi Katonai Könyvkiadónál jelent meg, ami a Honvédelmi Minisztériummal közvetve a Honvédség szerve, és ők mindenképpen Budapesten egy reprezentatív helyszínen, a Stefánia palotában szerették volna a könyvbemutatót, én akkor jeleztem, hogy ho-ho, álljunk meg, szép a Stefánia palota, más esetben ellátunkatunk oda, de ez egy karcagi katonahős, ezt Karcagon kell bemutatni, úgyhogy nehogy mi menjünk már érte Budapestre, jöjjenek ők Karcagra, és akkor az egész stábot, a kiadó vezetését, a Honvédelmi Minisztérium képviselőit, mindenkit lehoztunk inkább Karcagra, hogy a helyiek örömére mutassuk be ezt a kötetet. Természetesen egy kötetet nem csak bemutatni kell, meg nem csak megírni kell, hanem azt a jövőben egy szerzőnek kutya kötelessége egyébként képviselni, a vállalat gondolatait publikálni, közhírré tenni. Az elmúlt időszakban, hát fel tudnám sorolni, de maradjunk annyiba, hogy számos történettudományi konferencián, tudományos ülésen vagy egyéb fórumon volt lehetőségem Fabrici Kovács Mihály hírét, személyiségét ismertetni a nagy közönséggel, hiszen a város egy jelentős része tisztában van vele, hogy kicsoda ez a katonahős, és mekkora szerepe van az amerikai-magyar külkapcsolatok alakulásában, de azért országszerte kevésbé ismert. Több publikációm is megjelent a témában, én egyébként aktívan folyamatosan publikálok, tehát van azért egy ilyen vonal, amiből a rengeteg munkateher mellett nem adok le, és talán a publikációk között, ami a témában megjelent, nem is a saját publikációimat emelném ki, hanem ami most az elmúlt napokban engem nagyon nagy büszkeséggel töltött el, hogy az ország legrangosabb történettudományi szakfolyóirata, az 1867 óta folyamatosan megjelenő Századok című folyóirat, ami tényleg egy MTA kategóriás folyóirat, recenziót, tehát ilyen hivatalos bírálatot közölt le a kötetemről, ez a 2023 áprilisi számban jelent meg. Ez hamarosan elérhető lesz a nagy közönség számára is, én ilyen szerkesztői lenyomatot már kaptam, és majd nyilván mindenki maga ítéli meg, hogy hogyan szóltak szaktekintélyek az én könyvemről, de én azt látom, hogy egészen pozitív a bírálat, és amikor ez közszájon forgatható lesz, vagy úgy mondom, hogy közösségben elérhető lesz, én akkor ezt a recenziót természetesen majd megosztom, annak minden kritikai és dicsérő észrevételével együtt, hiszen kutya kötelességem, hogy az általam írott írásműért a felelősséget vállaljam, de hál' Istennek mondom, én láttam már a recenziót, és úgy látszik, hogy befogadta a szakma és elismeréssel adózott neki. És egyébként egyesületi elnökként, hiszen erre vonatkozott a kérdés, csak mindig hajlamos vagyok mellé beszélni, egyesületi elnökként azért ne felejtsük el, hogy 2024-ben Kovács Mihály születésének 300. évfordulója közeleg, hiszen 1724 nyarán született az akkori Karcag újszálláson ez a fiatalember, köznemesi származású fiatalember, aki később ugye neves katonahős lett, és emiatt én
tervbe vettem, és hál' Istennek pártfogásom is akadt, de tervbe vettem, hogy egy komolyabb eseménysorozatot, egy ilyen rendezvénysorozatot kellene indítani, amelyen méltóképpen megemlékezik ez a közösség Fabrici Kovács Mihály személyéről. Ehhez én már a háttérben elég intenzív ilyen levélváltási kapcsolatfelvételi tevékenységet végzek, mert ebben vagyok igazán ügyes, és vannak bizonyos terveim, amelyek akár az ország, akár a világ számára egy picit megközelíthetővé, egy kicsit közelebbi élményét teszik Fabrici Kovács Mihály személyét. Azonban úgy gondolom, hogy mivel ezekből nem tudhatom, hogy mi valósul meg majd jövőre, hogy erről majd egy külön interjú keretében fogok számot adni. Mindenképpen várjuk. Vissza. Köszönöm. Egyesületi elnöki munkáján túl már utalt rá, hogy középiskolai tanárként is dolgozik. Nap mint nap nagyon csodálatos hivatást választott magának, ahogyan mondta is, hogy tényleg nap mint nap ezt tölti ki a legnagyobb idejének részét. Rengeteget ír, publikál, ez is kiderült már az interjú folyamán. Jelen pillanatban a pedagógus pályája hol tart? Nagyon nehéz ezt meghatározni, hiszen azért telik felettem is az idő, sőt, egyébként egy kiváló, bár furcsa lelkületű magyar író, a Csát Géza fogalmazott valamikor úgy, hogy nem az idő múlik, hanem mi magunk. Ez valahol igazolom én is egyébként, de azért már 12 éve vagyok pályán, tehát nem számítok pályakezdőnek, nem is szoktam már egyébként így emlegetni magam, de nem mondanám azt, hogy kifejezetten régen vagyok pályán, hiszen egyébként több olyan kiváló pedagógiai szaktekintély, olyan kiváló kolléga mellett dolgozhatok a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban, aki már 20-30 vagy 40 éves pályaképre tekinthet vissza. Én rengeteg példát, rengeteg pozitív gyakorlatot ragadtam át tőlük az elmúlt években, de azért arra is törekedtem, hogy egy ilyen sajátos arculatot, egy ilyen sajátos tanári imásképet is kialakítsak magam körül. Tulajdonképpen haladok a pályán, harmadik osztályfőnökségemet töltöm, tehát harmadjára van rám bízva egy osztályközösség, igyekszem őket is terelgetni, illetve minden évben legalább egy, de inkább általában kettő osztály érettségire felkészítését viszem végig. Most is lesz két olyan érettségiző osztályom, aki a közeljövőben néhány hét múlva ugye érettségi vizsgát tesz, és az ő felkészítésükben is komoly munkát teszek, és természetesen rengeteg órát viszek. Hát ez úgy van most jelenleg, ez minden tanévben változó, de én például jelenleg 26 tanórát tartok, tehát egy picit még túl is vállalom magam a teendők mellett, de ezt teszem jó szívvel, meg hogy mondjam, hát ehhez értek, tehát ehhez tényleg értek, és igyekszem becsülettel elvégezni, és természetesen minden tanárnak megvan valamilyen egyedi profilja, ahogy nálunk a gimnáziumban egyébként több kiváló kollégám is csinálja, én is nagy hangsúlyt fektetek mondjuk a tehetséggondozásra. Igyekszem kiemelni azokat a történettudományból fogékony, vagy arra rendkívül nagy tehetséget mutató fiatalokat, akiben látom azt, hogy a rendes középszintű érettségére való felkészítés, vagy egy emelt szintű érettségére való felkészítés mellett megvan az a többlet, hogy képes egy picit többet tanulni, egy kicsit elmélyültebben foglalkozni történeti problémákkal, és akkor én folyamatosan versenyeztetek. Múlt héten is Szolnokon voltunk egy megyei versenyen, ahol nagyon szépen helytáltak diákjaink, erről majd hamarosan sajtócikk is jelenik meg, de egyébként rengeteg országos és lokális versenyen veszünk részt. Nem magam miatt, hiszen valamikor én is indultam ezeken, de úgy gondolom, hogy minden fiatalnak úgy a kötelessége, ha benne lévő tehetséget kibontakoztatni, és ha egy tanár valamit tehet érte, akkor a fiatalnak a felkarolásán keresztül ezt a tehetséget a megfelelő irányba fókuszálni kell, és én talán ebben vállalok nagy szerepet, illetve a tehetséggondozáson túl azért nekem elég jó kapcsolataim maradtak meg a Debrecen Egyetemmel, ezek a kapcsolatok viszont nem csak megmaradtak, hanem az elmúlt időszakban kibővültek, és ilyen szakmai hivatásrendi kapcsolattá is váltak, úgyhogy én félig meddig kötődöm a Debrecen Egyetem Történettudományi Intézetéhez is, ahol az elmúlt időszakban most már, hát ez úgy gondolom, hogy vidéki középiskolai tanárként elég pozitív, hogy több doktori fokozatszerzési eljárásban is bevontak, mint bíráló, úgyhogy ilyen doktori bírálatokat szoktam készíteni, ottori most is egy doktoranda és egy doktorandusz hallgató művéről, írásművéről, teljesítményéről az elmúlt hetekben adtam véleményt. Emellett folyamatosan segítek ilyen tudományszervező tevékenységben, például tavaly ősszel
Karcagváros, illetve a Debrecen Egyetem egy közös történettudományi konferenciát tartott Debrecenben a főépület Karácsony Sándor dísztermében, amelyen igen illusztris személyiségek is megjelentek. Idén nyáron egy tanulmánykötetet kívánunk közreadni a Történettudományi Intézettel, ahova a kéziratok már be is érkeztek, és már inkább a szerkesztői munkákat végezzük. Idén ősszel Karcagon kívánok egy tudományos ülést összehozni egy konkrét meghatározott témában. Ennek még a szervezésének az elején járok, úgyhogy erről most bővebben még nem akarok szólni, de majd a maga idejében mindenképpen jól fog esni, ha maga a sajtó is érdeklődik az esemény iránt, és hangsúlyozom, hogy bizonyos terveimet össze is kívánom kötni, akár a Kovács Mihály Baráti Társaság élén végzett tevékenységem, és mondjuk a Kovács Mihály emlékév, akár a Debrecen Egyetem keretein belül végzett történettudományi kutatások, akár a tanári pályám jövőképe tartalmaz közös pontokat, közös elképzeléseket, de ahogy ez lenni szokott, ugye közismert a mondás, hogy ember tervez, Isten pedig végez, a tervek pedig azért vannak, hogy felboruljanak. Én nagyon remélem, hogy bizonyos terveim majd megvalósulnak, de nem tudhatjuk, hogy mit tartogat a jövő. Minden esetre mindig jól esik egy-egy ilyen jó hangulatú beszélgetésen ezekről számot adni, úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most is lehetőségem nyílt rá. És köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és hogy beszámolt ezekről a szép eredményekről. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!